Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és napszak szerint azonnak, akik majd később nézik az én videómat, akinek nagyon éles a füle, és nagyon-nagyon kis hangokat is meghall, az hallatta, hogy a sportrádiót halkítottam le, miközben ugye az ember itt ebben a -7-8 fokban eltávolítja a jeget az autóról, aközben ugye a sportrádiót hallgatja. Én egyébként is, tehát +40-ben is ezt hallgatom az autóban, erre van beállítva. Ritkán, amikor már félek, hogy elalszom, akkor ilyen intenzíve zenéket szolgáltató rádiókat, mint például a Dick Rádió hallgatok, de alapvetően a sportrádió az, amit folyamatosan hallgatok. De nem erről szól ez a videó, és nem is a fagyról, hanem arról, hogy óriási nagy hétvégéje volt ez a magyar labdarúgásnak, és azon belül is a hátvédeknek, bár azért Salai Roli teljesítménye által a csatárok is letették a névjegyüket. Annak ellenére is nagy hétvégénk volt ez, hogy sem Szoboszlai, sem Kerkez nem tudott pályára lépni, hát nagyon szép lett volna újra egymás ellen látni ezt a két kiváló játékost, és megmerem kockáztatni, hogy a Liverpool talán még nagyobb győzelmet is aratott volna, hogyha Szoboszlai ott van a soraiban, de nem kell sokat várni, ezen a héten már Szoboszlai pályára fog lépni. Azonban ez a videó a hátvédeinkről szól, akiket már megszámolni is nagyon nehéz, hála Istennek. A magyar labdarúgásban voltak olyan korszakok, amikor voltak jó hátvédek, akár elindíthatjuk a történetet az újpesti Vogel Gátról, a Vogel testvérekről, és hát abban az időszakban, amikor a labdarúgás az első nagy hőskorát élte Magyarországon, a háború előtti időszakban, ott nem is volt szükség sok hátvédre, mert nagyjából három hátvéddel álltak fel, de hát igazából arról szólt a dolog, hogy a hátvédek minél előbb rúgják előre a csatároknak, és a csatárok aztán elintézik a történetet. A másik világháború után is voltak azért jó hátvédeink, de hát akkor is ugye Grosics, Buzánszki, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás nagyjából ugye meg is volt a védekező rész, és Bozsik inkább előrefele játszott, tehát nem nagyon volt szükség arra, hogy itt nagy mennyiségben legyenek hátvédek. Hát minden magyar bajnoki csapatban, NB1-es csapatban voltak jó hátvédek, nagyjából egy olyan 10-12 volt az aranycsapat korában. De hát az, hogy nemzetközi bajnokságokban, kiemelkedő csapatokban, kulcsfiguraként játszanak, hát az nem tudom, soha nem volt Magyarországon. Nyilván ugye a világháború után objektív körülmények miatt sem lehetett ezt ugye megvalósítani. Na most ehhez képest most mi a helyzet? Hát még egyszer mondom, felsorolni nehéz a jobbnál jobb hátvédeinket. Ugye hát az Orbán Szalai Lang hármassal kezdjük, akkor azt kell mondjam, hogy egyre nyugodtabbak lehetünk, hiszen Lang Ádám egyre többet játszik a ciprusi csapatában, és ha jól sikerülnek a tárgyalások, akkor a Super League-be, a török ligába fog majd eligazolni, ezt majd meglátjuk, hogy mi fog ebből megvalósulni, nem szeretnék előre menni jobban a történetben. Ugye Orbán Vili nagyjából a jövő héten, vagy a jövő hét utáni héten már visszakerül a Lipcsi csapatába, nagyon várják is a srácot. Volt egy terv, hogy a Leverkusen ellen pályára lép, de az orvosok azt mondták, hogy még azért ne siesse el ezt a dolgot, tehát az Európa-bajnokságra elvileg teljesen rendben lesz. És hát Szalai Attilával ezen a hétvégén történt a csoda, ugye amiért érdemes várni, amiért az ember azt mondja, hogy igen, igen, ez egy minőségi váltás volt, szinte az ember azt érzi, hogy egy angyal lenyúlt az égből, és a kezében fogva vitte át ugye a Freiburgba, mert mindenre lehetett számítani, csak éppen erre nem, hogy ez meg fog történni vele, hogy egy jobb csapatba fog kerülni, és azonnal a kezdő csapatba, hiszen mind a három középső védője a Freiburgnak sérült, tehát nincs mit választani, nincs mit hezitálni, nincs mit gondolkodni. Tehát ez a hármas, ez teljesen rendben van, és az is teljesen rendben van, hogy Dárdai Márton ugye vállalta a magyar válogatottságot, ugye Rosszival megegyezett ebben a témában. Ezt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne a kommenteket olvassátok ezzel kapcsolatban sem, mert hogy ezek nagyon-nagyon sokfélék is össze-vissza beszélnek általában a kommentelők, hanem olvassátok el az erről szóló NSO cikkeket. Ugye az egyértelműen benne volt a cikkekben, hogy Márton vállalja a magyar válogatottságot, és a magyar válogatottban szeretne játszani. Nyilván végig gondolta ezt a helyzetet, logikusan a német válogatottban egy sokadik hátvéd lehet, a magyar válogatottban viszont az egyik legfontosabb, aki szinte állandó csapattag lehet, mert nagyon sok pozícióban, nagyon sok poszton lehet őt bevetni, és ilyen játékosra mindig
óriási szükség van, hogy egyszerűen középső védőként, a középső védő két oldalán, baloldali, jobboldali védőként, védekező középpályásként egyaránt ugye be lehet vetni. Egy ilyen all-round játékos mindig kell minden válogatottban, minden poszton színvonalasan tud játszani. Tehát mindjárt négy hátvédről beszélünk, de hát azért Kerkezt is megemlítettem, úgyhogy ott az ötödik is ott van, de hát ne feledkezzünk el Antalról, aki 35-ös számmal a Girona csapatában, nem hiszem, hogy volt magyar, aki látta a meccset és ne dobbant volna meg a szíve, Girona csapatában a 30. percben beállt. Hát nem egy kis csapatról van itten szó, aki követi a spanyol bajnokságot, az tudja, hogy a Girona vezeti a válogatott csapatokból álló spanyol bajnokságban, ez nem nyelvbotlás volt, direkt mondtam, válogatott csapatokból álló spanyol bajnokságban a bajnokságot, hát ez valami csoda egyébként, amit a Girona csinál, és még nagyobb csoda az, hogy ez a magyar fiú most már nem csak egy királykupa mérkőzéssel, hanem egy bajnoki mérkőzéssel is hozzá tudott járulni. Aki látta a meccset, látta, hogy Antalnak egy-két ilyen apró bizonytalansága volt, minden csapattársának volt ilyenje, viszont nagyon megbízhatóan, nagyon jól játszott. Alapvetően egy óriási termetű fiatalemberről van szó, aki elvileg még nőhet is, hiszen ugye 19 esztendős, tehát akár 20-22 éves korára 2 métert is meghaladhatja. Fantasztikus testi ereje van, hihetetlenül magasra tud ugrani, amellett, hogy eleve magas, tehát ugye ez a magas súlypont, az nem minden magas embert jellemez, de nála ez is megvan. Nagyon szépen fejlesztette az izmokat a Girona Akadémiáján, és egyáltalán nem kérdés, hogy ő neki helye van a Girona csapatában. Az, hogy most akkor visszatér a Huampe, aki egyébként a csapat kapitánya, és ő fog játszani, akár mellé is tehető. Van ott középen a Blin nevű holland játékos is, aki egy rendkívül tapasztalt, nagyon jó focista, attól is sokat tanul. Nekem az érzésem, hogy rotáció lesz majd, mert ugye az erőket nem kell eltékozolni, úgyhogy Antallal elég sokat fogunk találkozni tavasszal. Szóval látjátok, hogy Orbán Szalai és Lang mellett ott van nekünk az Antal, ott van nekünk a Dárdai Márton, és ott van az én egyik személyes kedvencem, aki már a montenegróiak ellen bizonyított is. Őt ugye úgy hívják, hogy Balogh Botond. Balogh Botond is külön videót készítettem erről, egyébként mindegyik témáról, amit most elmondtam. Balogh Botond is a csapatával nem kis helyen van, hiszen ugye a Párma, amellyel kapcsolatban megróttak, hogy a Kolostort elfelejtettem mondani, persze, hát természetesen. De ezen kívül ugye a Parmalatnak, meg ugye a Pármai Sonkának a hazája. Szóval, hogy a Párma be fog kerülni jelen helyzet szerint, hát aztán majd eldől, hogy mi fog történni a bajnokság végén, de jelen helyzet szerint be fog kerülni a Serie A-ba, és hát ott ugye a Párma csapatában a Balogh Boti most már állandó kezdőjátékos. Előző idényben is elég sokszor lépett pályára, most viszont már állandó, úgyhogy azt kell mondjam nektek, hogy elég fantasztikus pillanat lesz az, amikor azt mondhatjuk, hogy mind a Bundesligában, mind a Premier League-ben, mind az Olasz Ligában, mind a Spanyol Ligában van nekünk olyan játékosunk, aki ugye kiválóan teljesít, és lehet nézni ezeket a mérkőzéseket, tehát a pár év múlva a magyar szurkolónak még több elfoglaltsága lesz, hogyha a magyar fiúkat akarja nézni a különböző közvetítésekben, és a magyar televízió csatornáknak is még több elfoglaltságuk lesz, hogyha ezt a sokféle játékot, ezt a sokféle meccset, amiben magyarok játszanak, ezeket közvetíteni szeretné, nyilván válogatni kell majd. A Girona úgy tűnik, hogy egyfajta oszlopa lehet egyébként a magyar focinak, hiszen Kata Misivel is tárgyalnak, illetve Vancsa Zalánnal is tárgyalnak. Meglátjuk majd persze, hogy mi lesz belőle. Az, hogy ha a Girona mondjuk ott lenne az elején a bajnokság végén is a spanyol ligában, akkor nyilván nekik más átigazolási lehetőségek is nyílnak, de ők azért tudatosan és posztra vásárolnak, tehát így sem zárnám ki azt, hogy esetleg magyar játékosok oda tudnának kerülni. Ugye ne felejtsük el, hogy a Girona a Manchester City-nek az egyik, a Manchester City Group-nak az egyik égköve, tehát nyilvánvalóan van miből és van kiből válogatniuk, ez teljesen természetes, és nekünk nagyon büszkének kell lenni arra, hogy Antal személyében ott van egy játékosunk. Úgyhogy látjátok, alakul ez a védelem, és akkor még nem tettem azt hozzá, hogy számos mérkőzésen nagyon megbízhatóan és nagyon jól játszott ott a belső hármasban a Fiola Attila, meg a
meg ugye a Botka Endre, ugye ezek a játékosok is bármikor betehettük, hogyha probléma van, rutinból, abból, hogy megtanulták Rossi nyelvét, foci nyelvét természetesen, megtanulták azt, hogy mit játszik a válogatott, simán betehetők és simán megoldják a helyzetet. És hát természetesen ugye a szélső futókról is kell szólni, hiszen Kerkez mellett ott van Nagy Zsolt, és reméljük, hogy nagyon sokáig ott lesz Nagy Zsolt. Ott van természetesen a másik oldalon ugye Bolla, ott van Négó, remélem Négó is még nagyon sokáig fog tudni játszani. Tehát azt lehet mondani, hogy minden egyes posztra vannak minőségi helyettesek, ha bármilyen probléma van. Ilyen a magyar labdarúgásban, nem tudom, hogy mikor volt, talán az aranycsapat idején mindenképpen, hiszen ott akár a magyar C válogatott is nagyon komoly eredményeket tudott volna elérni ugye a különböző válogatottakkal szemben. Hát beért az a futballkultúra, ami szépen lassan ugye a 20-as évektől bontakozott ki Magyarországon, és addigra ugye már tökéletessé vált, hiszen szakmailag is ott volt a topon, a világ topján volt, és az, hogy a 45 után ugye egy új történelmi politikai berendezkedés jött létre, az nyilvánvalóan rendkívüli módon inspirálta a focistákat arra, hogy ők ebből lépjenek abban az értelemben, ha fizikailag nem tudnak lépni, de legalább az életszínvonal tekintetében, a nemzet számára okozott sikerek tekintetében, egyáltalán abban a tekintetben, hogy megmutassák, hogy él Magyar Ábuda még, ez óriási motivációt jelentett. Tehát ez egy másik videónak az elemzési tárgya lehetne, hiszen ez pár mondatban nagyon nehéz összefoglalni, miközben itt a mogyorós csak én haladok szokás szerint, ami lehalkítja a videót, és közben széjjel rázza az autót, ez valami egészen drámai, hogy hosszú-hosszú évek alatt sem sikerül megcsinálni ezt a hátsó utat. Talán nézem is, hogy mi az oka annak, hogy itt láttam egy táblát, egy ilyen felújítás táblát, de az természetesen nem a főútra vonatkozott, hanem egy mellékutcára. Hát a mellékutcák felújítása nyilván fontosabb, mint ennek a főútnak a felújítása. Na mindegy, ennyit a Szeretünk téged Karácsony Gergely című fejezethez, és akkor visszatérve a mi történetünkhöz, ugye nem volt ilyenünk igazából, hogy nívós ligákban játszottak ezek a srácok, úgyhogy az ember csak kapkodja a fejét, és nagyon boldog, mert nyilván gyerekkorunkban, meg aztán a rendszerváltás éveiben ugye kitaláltuk azt, hogy milyen jó, hogy megnyílnak a határok, és akkor a magyar focisták végre nívós csapatokhoz tudnak elkerülni, és ott ugye kulcsjátékosok lesznek. Ilyen jó lesz, olyan jó lesz, amolyan jó lesz, aztán vártuk ezt, és akkor minden generációban legfőjebb 7-8 játékosunk volt, aki valóban eljutott a topligák közelébe, akár a Lisztes Krisztián, az idősebbről beszélünk, akár a Huszi Szabolcsról beszélünk, akár a Détári Lajosról egy kicsit korábban beszélünk, akár ezekről a remek játékosokról, mint a Buzsákiról, vagy a Priskiről, ugye ezek, vagy akár a Fejér Mikiről, szegény, aki ugye tragikus körülmények között halt meg. Szóval alapvetően azt lehet mondani, hogy mindig tudtuk pontosan, hogy kik azok a játékosok, és az aktuális nemzeti sportoknak könnyű volt megírni, hogy mi történt a hétvégén, mert ezeknek a játékosoknak a mérkőzéseit kellett nyomon követni. Most viszont annyi játékosunk van kint, hogy külön oldalt kell a nemzeti sportnak lassan nyitnia ezzel kapcsolatban, és bizony az NSO, amikor ugye hirdeti azt, hogy a hétvégén milyen meccsek lesznek, és a légióseink hogy játszanak, hát ilyen hosszú listát kell, hogy közzé tegyen, hála jó Istennek. Úgyhogy Rossi mesternek egy ilyen 40-50 emberből lehet most már válogatnia, ami hát egy olyan bőség, ami szükségképpen el fogja majd hozni azt is, hogy néhányan egy kicsit feszültek lesznek amiatt, hogy nem kerülnek be a válogatottba, de hát itt egy éles verseny lesz nyilvánvalóan, és az éles versenyben tényleg csak a legjobbak fognak bekerülni, ezt ugye Rossinak elhihetjük, szemben annak idején a Lothar Matthäusszal, aki ugye azért tett be játékosokat, hogy aztán azokat könnyebben lehessen eladni külföldre, hiszen ha egy játékosra el lehetett mondani, hogy a hazája nemzeti válogatottjában játszik, akkor nyilván sokkal optimálisabb volt az eladás szempontjából. Ennek a korszaknak is jócskán vége van, és reméljük azt, hogy minél később fog ez a dolog visszajönni, ha egyáltalán visszajön. Az, ami felépült a labdarúgásban, az valami csoda,
és ezt a csodát mindenképpen nekünk szurkolóknak is őrizni kell. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy egy teljesen elfogult magyar labdarúgással teljesen elfogult videóst hallgattok, aki amikor elkezdte a videózást a sporttal és a válogatottal kapcsolatban, nem most, hanem több mint 3,5 éve, ezért is meglepő, hogy néha vannak ilyen beböfögő kommentelők, akik azt hiszik, hogy majd én valamit másképp fogok csinálni a videók kapcsán, amikor 3,5 éve már ugyanúgy csinálok mindent, tehát inkább az lehet a számotokra megszokott, hogy állandóan minden nap találkoztok velem, és valamilyen témát elmondok, akik már régóta hallgatják a videóimat. Szóval, hogy akkor, amikor ezt elkezdtem, akkor én halvány álmomban sem gondoltam azt, hogy egy ilyen sikeres magyar labdarúgásról fogok videókat készíteni. Most már meg azt gondolom, hogy ez még mindig nem a teteje. Tehát a magyar labdarúgásnak a kultúrája olyan mértékben, olyan intenzitással és olyan szinten alakul, javul, bomlik ki, hogy itt nagyjából 10 év múlva egy fantasztikus magyar focival fogunk találkozni, és bizony a klub szinten is fantasztikus lesz az a magyar foci, csak hagyják azokat dolgozni, akik ezt csinálják. Nem mindenki dolgozik tökéletesen, nagyon-nagyon sokan bírálhatók emiatt, rengeteg olyan pont van, amit kell javítani, az mindig van, és az mindig feladata is tulajdonképpen a médiának egyfajta őrkutyaként, feladata a médiának, hogy szóba hozza ezeket, de alapvetően arról sem szabad hallgatni, hogy itt egy nagyon komoly focikulturális változás van. Ugye sokan kérdezték tőlem, kommentekben is tudjátok követni, hogy miért hagytam abba a labdarúgást, ugye komoly szinten serdülő korban, és aztán már csak ilyen alkalmi foci csapatokban, ez nem úgy értem, hogy alkalmi, létrehozott foci csapatokban játszottam alkalomszerűen, tehát igazolt játékos voltam én még a 30-as éveim közepéig, de alapvetően miért hagytam azt a magas szintű focit, amikor tényleg az ember a legjobbakkal játszik. Ennek egyszerű oka van az, hogy olyan primitív volt az a labdarúgó kultúra, ami körülvette az embert. Olyan felkészületlen, buta, arrogáns és agresszív környezet, amelyben nagyon-nagyon ritka kivétel volt az intelligens ember. Volt ilyen, egyébként minden csapatomban volt, vagy edző, vagy szülő, vagy ilyesmi, akivel az ember tudott beszélgetni, de valami elképesztő volt. Most pedig ugye kényelmes akadémiákban, nagyon kiváló körülmények között játszanak a focisták. Nem tudom elképzelni, hogy abba hagytam volna a labdarúgást, hogyha egy ilyen körülményrendszer vesz engem körül. Úgyhogy ebből a szempontból is utolértük Európát, és ez mindenképpen jó, ez mindenképpen pozitív, ez mindenképpen kiemelendő. Na hát ennyit szerettem volna mondani, elnézést, kicsit hosszúra nyúlt a videóm, de hát mindegy, hát most aki hallgatja, meghallgatja idáig, aki nem, az úgyse fogja idáig. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, akkor segítsd a munkámat a videó alatt található számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás!